Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szoboszlai András vagyok. Én vagyok az, aki vezeti ezt a 30 napos otthonrajzolás kihívást. És én vagyok az, aki most szeretnék egy nagy köszönetet mondani mindenkinek, aki aktívan részt vesz ezen a, mondhatjuk úgy, hogy kurzuson, ezzel is vigyázva magunkra, egymásra, hogy otthon maradunk, és a legfontosabb, hogy aktívan kihasználva azt az időt, amit most kényszerűen otthon kell töltenünk. Bevallom, amikor pénteken indítottam ezt a kurzust, egy hihetetlen válságos pillanat volt, főleg előtte, amikor így a családom tagjait hallgatva azt, mindenki azt kommunikálták, hogy most mi lesz. Nekem az elmúlt hónapban az összes munkám elveszett, na jó, kettőt kivéve, két picike munkát kivéve, de az összes elveszett, és dugába dőlt az összes tervem, amit szerettem volna megoldani. És akkor gondoltam el, hogy hát itt van ez a helyzet, ami nagyon hasonlít arra a helyzetre, ami 6 éve volt velem, amikor én szabadúszó lettem, és ugyanilyen kilátástalan helyzetbe csöppentem. És ez alatt a 6 év alatt megtanultam, hogy ilyen pillanatokban nem az a megoldás, hogy mindenki fejvesztve aggódik, aztán fogvacogva várja a jövőnek a jobb pillanatait, és mindent bevállal és csinál, és ezerrel elmegy utcát seperni, hogy pénzhez jusson, hanem talán az a legjobb ilyenkor, hogy ha egy kis szünet, csend van az életünkben, egy ilyen most rá vagyunk utalva erre, akkor egy kicsit adjunk egymásnak. Csodálatos dolog, hogy most már 1000 érdeklődő van erre az eseményre. Ez természetesen semmit nem jelent. De 270 tagja van most a csoportunknak, akik aktívan részt vesznek, és töltögetik föl a rajzaikat. És alig 6 napja csináljuk ezt együtt. Tehát köszönet nektek, hogy ezt így fölkaroltátok, és így szeretitek. Ez számomra is egy csodálatos élmény. Örülök, hogy ezzel a fél órával is hozzásegíthetlek titeket egy elviselhetőbb léthez ezekben a nehéz pillanatokban. Na és hogy mit akartam még mondani ezen az alkalommal, az, ha emlékeztek a délelőtti órán, akkor beraktam egy másik kompozíciót is. Most így megfordítom a kamerát. Tehát a kompozícióval beraktam a második gyertyatartót is, ami hát egy nehéz feladat volt, és ígértem, hogy hát ez egy dolog, hogy beraktam, de nem rajzoltam meg, hogy én meg fogom rajzolni, és megmutatom nektek. Hát itt van az én rajzom. Parancsoljatok! Így. Igen. Visszarakom a kamerát, hogy mégse egy rajzból, meg a hangomból rakjátok össze, hogy ki beszél hozzátok. És most még arról szeretnék beszélni, hogy ma este lesz az időpontja annak, amit több mint másfél hónapja meghatároztunk egy kedves ismerősömmel, hogy ma lesz egy kiállítás megnyitó. Fönt a Budai Várban, a Mária Magdolna toronyban.
Nézőpontok lesz a címe, ezt is tudtam, és nagyon készültem erre a kiállításra. És akkor minden felborult. Bezárták ezt a helyet is, ezt a helyet is, és meghiúsult a kiállítás. És ekkor találtam ki, hogy ekkor jött az első ötlet, hogy hát akkor valahogy mégiscsak pótoljam be ezt a lehetőséget, és hogy online lesz egy kiállítás megnyitó este 7-kor. Természetesen nem azokból a nagyméretű képeimből, amik ott lesznek, mert hogy most itt behúzódva az otthonba nincs annyi hely, hogy ezt kirakassam. De a Nézőpontok címhez illően egy elég jó kis válogatást tudok majd itt a sketchbookjaimból mutogatni nektek, föllapozva azokat, és megmutatva, hogy miket is alkotok. Hát, kedves Ildikó, itt a hegyen néha megszűnik az internetszolgáltatás. Bízok benne, hogy majd, hogyha föltöltöm akkor ezt a videót, akkor vissza lehet hallgatni. Mi? Tehát van bőven anyag, amit meg tudok mutatni majd este, de addig is egy kedves kis könyvbe lapoznék bele. Ez az én általam rajzolt képből, általam készített akvareltől, amit, tehát én ilyeneket rajzolok Budapestről, igen, amit föl is avattam, és ebbe egy kis kitekintést lehet kapni. Hát a világra is, meg Magyarországra. Hát ez éppen Ausztria, egy kimondhatatlan nevű falu, azóta se tudom kimondani, hogy mi a neve. Egy hajnali kép, amikor a hajnal 6-kor kimentem a hídra, és ott a felszálló párában próbáltam megfogni ennek a csodás városnak a szépségét. Akkor visszaugrunk most Szentendrére. Ott az egyik kedves kis utcácskámból látható a főtér és a főtér temploma. Ha jól látom, itt minden fordítva van, de hát nem. Akkor megint visszaugrunk Ausztriába. De valam, kihagytam egy lapot, ezért került Szentendrei kép a kettő közé. És ez ugyanannak a kimondhatatlan nevű falucskának a főtere. Itt lehet látni, hogy tehát szürke vonalak vannak. Itt szürke színű tustollat használok. Ami azért jó, mert utána, hogyha ki akarok emelni valamit, akkor fekete színű tustollal meg tudom ezt tenni. Akkor megint Szentendre, a főtér templom tornya. És mivel nem tartottam jónak a képet, ezért készítettem még egyet. És megint Szentendre, az egyik workshopomon, mert hogy szoktam workshopokat is tartani, készült ez a kép. Egyébként most hétvégén is lenne egy workshop, amit szintén online fogunk megtartani. Gondoljátok, vegyetek részt rajta, nagyon vicces lesz. És Budapest, ugye a párizsi udvar látható itt. És hát most ezt mutattam meg, és arra kérlek titeket, hogyha több is érdekel titeket, akkor gyertek vissza este 7-kor, amikor kiállítás megnyitó lesz, addig is pedig búcsúzunk Murcival együtt, aki most nem volt hajlandó bejönni a képbe, de segítettünk ezen. Kedves Zsuzsanna, fogunk beszélni majd az akvarell festékkel kombinált képekről is, kicsit később a kurzusban. Szép napot mindenkinek, találkozunk este 7-kor. A csoportban meg a
eseményen is megadtam, hogy melyik linken kell majd érdeklődni a kiállítás megnyitóhoz, és hol lehet látni azt az élőképet. Sziasztok!